Egy új sportág, a rögbi mutatkozott be szombaton Szabolcs-Szatmár-Bereg megyében, ráadásul rögtön egy válogatott mérkőzést láthattak Mándokon az érdeklődők. Az első félidőben abszolút a magyar csapat dominált, 40 perc játék után 23-as hazai vezetésnél vonulhattak pihenőre a csapatok. A második félidő első felében sem változott a játék képe, a magyar válogatott növelni tudta előnyét, aztán viszont Dánia zárkózni kezdett, így izgalmassá vált a hajrá. A hazai védelem azonban jól zárt az utolsó percekben, így a találkozó végén a vendégek állhattak sorfalat a győztes magyar csapatnak. Nagyon-nagyon boldog vagyok. Egészen a 60. percig csodálatosan játszottunk. A múlt héten Észtországot vertük meg nagy különbséggel, és ez az eredmény Dánia ellen, amely egy erős rögbis nemzet, nagyon jónak számít. A vendégek szövetségi kapitánya szerint gyengébb első félidei játékuk vezetett a vereséghez. Gratulálok a magyaroknak a győzelemhez. A hazaiak az első félidőben nagyszerűen játszottak, és ezzel el is döntötték a mérkőzést, amelyen szinte végig ők domináltak. A magyar válogatott csapatkapitánya úgy véli, a találkozó első felében sikerült megtörniük a dánok ellenállását, és az akkor megszerzett előnnyel a folytatásban jól tudtak gazdálkodni. Kemény volt az elején, de organizáltan és ilyen magabiztosan meg tudtuk tartani a labdát. Szerintem ebben egy kicsit kifáradtak a dánok, és mi a kevés jó akciónkon tudtunk pontokat szerezni, úgyhogy így felment az áras mi részünkre, és így szerintem megkönnyebbítettük magunknak a dolgokat. A szövetség elnöke a győzelem megszerzése mellett azt is fontosnak tartotta, hogy a sportág egy eddig Fehérfortnak számító területen mutatkozott be. El kellett hozni a rögbit Kelet-Magyarországra, el kellett hozni Szabolcs-Szatmár-Bereg megyébe, és el kellett hozni a kárpátai magyarokhoz is, akik szintén itt laknak a közelben, és Ungváron kiváló csapat van. Vannak magyar rögbisek a határon túl is, és emellett természetesen meg kell nyerni a mérkőzés, hiszen az Európa bajnoki sorozatban vagyunk. A magyar csapat két győzelemmel az élen áll a selejtező sorozat északi csoportjában. Tavasszal Finnország és Norvégia lesz a válogatott ellenfele, a cél a csoportelsőség és a feljutás kiharcolása.